Üdvözöllek! Készül a GIMP 2.10-es változata, amelyből már most letölthetünk egy előzetes változatot. Valójában ez most még csak a 2.9.4-es változat, de elvileg mindennapi használatra szánt változata a 2.10 lesz majd, tehát abban jelennek meg ezek az újdonságok. Ettől függetlenül be tudjuk szerezni itt a download menüpontban. Itt van a 2.8.18, ez a mindennapi használatra szánt változat, de hogyha lejjebb görgetünk, akkor itt vannak a fejlesztői változatok. És itt van egy link, erre kattintsunk rá, és itt vannak a fejlesztői változatok. Van a 32 bites, meg a 64 bites. Ha nem tudod, hogy melyik micsoda, akkor töltsd le a 32 biteset, de hogyha tudod, hogy a 64 bites megfelelő számodra, akkor viszont azt. Látható a letöltés rögtön elindul, de én ezt már valójában letöltöttem és telepítettem is. Sőt, el is indítottam. Itt rögtön közli is velünk, hogy a nem stabil fejlesztői verzió. Tehát itt azért még hibák felléphetnek, bár jellemzően jól használható egyébként. De a nagyobb, komolyabb munkákhoz talán még célszerűbb a stabil változatot használni. Ennek a verziónak a felülete megújult itt a szerkesztés beállításokban. Felhasználói felület. Most nekem itt le van nyitva az összes alapértelmezetten, de hogyha nem lenne, akkor ezzel le lehet nyitni. És itt van, hogy téma. Többféle téma közül választhatunk. Jelenleg a dark az aktuális. De van sötétebb, vagy van light, vagy lighter, tehát hogy világosabb. Illetve van szürke, meg vannak itt továbbiak. Amint kattintokra egyébként átvált. És meg tudjuk nézni, hogy melyik hogy néz ki. Hát kinek melyik a szimpatikus. Végül is ez a light, ez sem rossz, úgy gondolom. Ez pedig a legsötétebb, hát éppen ez sem rossz. Most akkor én ezt kiválasztanám, oké. Okay. Ha esetleg nem frissülne valamilyen oknál fogva a megjelenése a gamenek, akkor újra kell indítani. És akkor nézzük, hogy milyen további hasznosabb újdonságok lesznek majd a 2.10-es verzióban. Illetve még előtte egy dolgot mondanék itt a szerkesztés beállításokban. Az ikon témát egyébként lehet módosítani. Vannak ezek a szürke ikonok, meg vannak ezek a színesek. A színesek közül van kétféle. Kinek melyik a szimpatikus? Én most maradnék ennél a szürkénél. Oké. Ami eléggé izgalmas, az a szűrők. Elmosás, és mondjuk válasszuk ki ezt. Van egy ilyen, hogy nézetfelosztás, ezt kapcsoljuk be. Most akkor megnövelem az elmosásnak a mértékét, így, hogy látványos legyen. És láthatom, hogy egy ilyen felosztott nézetet kapunk, amit ráadásul még tudunk módosítani a balegeret lenyomva és nyomva tartva. Így elég könnyen össze tudjuk hasonlítani az eredeti, illetve az új állapotot. De ha kattintunk a Shift lenyomása mellett, ezen a vonalon állva, tehát Shift lenyomva, nyomva tartva és kattintva egyet ezen a vonalon, akkor fel tudjuk cserélni a két nézetet, tehát az utána meg az előtte nézetet. Hogyha ugyanitt a Ctrl lenyomása mellett kattintunk, akkor pedig vízszintes felosztás történik. Persze ezt továbbra is lehet módosítani. Ez nem egy rossz dolog, úgy gondolom. Egy kellemes újdonság, és bármikor ezt be, illetve ki tudjuk kapcsolni. Jó, akkor mégsem. A következő, amit megnéznénk, az a szimmetrikus festés. Különösebb magyarázat nélkül ablakok, dokkolható párbeszéd ablakok, és szimmetrikus festést válasszuk ki. Jelenleg az van bejelölve, vagy nincsen, az van kiválasztva, de válasszuk ki a tükrözést. És mondjuk első körben a függőleges szimmetriát. Tükrözés, úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy mi fog történni, hogyha a ceruza vagy bármilyen rajzoló eszközzel itt elkezdünk rajzolgatni, akkor látható, hogy tükörszerűen ez szimmetrikusan az ellenkező oldalon is megtörténik ez a rajzolás. Ez nyilván nagyon nagy mértékben megkönnyíti a két oldalon tökéletesen megegyező alakzatok, szimmetrikus alakzatok rajzolását. Persze egy csomó más eszközt is tudunk alkalmazni.
visszavonul, és akkor bekapcsolom még a vízszintes szimmetriát is. Látható, hogy ez hogyan működik ebben az esetben. De itt vannak többféle lehetőségek, például a középpontos szimmetria. Az pedig ilyen módon működik. Visszavonom ezeket, és akkor nem tükrözés, hanem csempézés, nézzük meg. Valóban látható, hogy csempeszerűen kitesz ebből több darabot. Tehát nem kell nekünk itt azt csinálni, hogy egyet lemásolunk, és akkor utána itt beillesztgetjük, hanem egyszerűen ezt így meg tudjuk oldani. Persze itt vannak különféle beállítások, amelyeknek a módosításával különféle eredményeket kaphatunk. Aztán van itt még ez a mandala nevezetű. Ez pedig ilyen módon működik. Most akkor ezt kikapcsolnám. Nincs. Egyébként itt a festés kapcsán megemlíteném ezt a MyPaint ecset eszközt is. Ez egy újabb fajta ecset lesz. A működése tulajdonképpen nagyon hasonló a hagyományos ecsethez. Ami még eléggé hasznos lesz, ezt még nézzük meg, az pedig a kijelölésekkel kapcsolatban. Válasszuk ki a varázspálcát, ezzel lehet ugye kijelöléseket eszközölni. Viszont látható, hogy jelen esetben is itt az a probléma, hogy nem teljesen tökéletes a kijelölés, itt középen van egy lyuk. Nyilván azért, mert az érzékenység miatt ez nem lett kijelölve. Természetesen módosíthatunk az érzékenységen, vagy hozzáadhatjuk ezt a részt itt a kijelöléshez, de hogyha elvándorlunk a kijelölésbe, akkor van itt egy olyan lehetőség, hogy lyukak eltávolítása. Ennek a hatására rögtön eltűnt középen ez a lyuk a kijelölésből. Hát ez sem egy haszontalan dolog, úgy gondolom, azért megkönnyíti a kijelöléseket, és ilyen jellegű kijelölésre a különféle grafikus programokban szükség szokott lenni. Ez azért megkönnyít és felgyorsítja a kijelölések folyamatát.